Megkezdődhet a gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása Fejér megyében. Első alkalommal jutott ugyanis ilyen célra fordítható forráshoz a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Jelen pillanatban, amiről a mai sajtótájékoztatón és ünnepi átadáson szó volt, az ezeknek a parkoknak a felújításának a megtervezésére elnyert összeg. Ez jelen pillanatban 12-13 millió forintos nagyságrendet tesz ki az egyes pályázatok, illetve az egyes parkok esetében. Mindez azonban lehetőséget teremt arra is, hogy újabb pályázati támogatásból több mint 200 milliós forrással rendbe hozzák a kastélyok parkjait. A támogatásnak köszönhetően újra életre kelhet a károlyiak botanikai hagyatéka Fehérvár Csurgón. Az angol parknak a helyreállítása abból áll, hogy hát vissza kell állítani az utakat, a távlatokat, kiírtani a gyomfákat, ápolni azokat a fákat, amelyek el lettek hanyagolva, és hát kiépíteni az úgynevezett kerti kellékeket, hidakat, kisebb építményeket, és főleg a kiszáradt tavat kell újból működésbe hozni, erre készültek komplett és komplex tervek. Összességében számos összetett feladatot kell majd megoldani a 21 hektáros területen. Nem csak a Fehérvár csurgói Károlyi kastélyt körülvevő 21 hektáros terület újulhat meg, de Bicskén is egy tündérkertet alakítanak ki. A Batthyány kastély egyébként jelenleg is mintegy 100 állami gondoskodásban élő gyermek otthona. Nagyon szeretnénk a 150 évvel ezelőtti utakat, úthálózatot visszaállítani. Kertrégészeti kutatások már megtörténtek. Kútásás is volt, és a tervezés is nagy erőkkel zajlik, folyik. Helyreállításra kerül az üvegház, szökőkutak, medencék, és ahogy említettem, sok száz méter régi úthálózat. A műemlék jellegű kastélyokat övező ősparkok nem csak történelmi, kulturális értékeket őriznek, de jelentős botanikai kincseket is rejtenek, emellett a térség turisztikai vonzerejét is növelik.